a szerda délelőtti napsütésben sokan látogattak el a Palicsi tó partjára. Az elmúlt hűvösebb napok után végre újra beköszöntött az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hétvégén is napsütésre számíthatunk, és bátran szervezhetünk szabadtéri programot. Csütörtökön többnyire felhős lesz felettünk az ég. A nappali hőmérséklet 26, az éjszakai 15 fok körül alakul. Péntektől azonban ismét felmelegedésre számíthatunk. A hétvégén pedig akár 32 fok is valószínű. A nagy melegben a szabadkaiak és a környékbeliek kilátogathatnak hűsölni a Palicsi tó partjára, vagy a medencék egyikére. Doncsenko, Tatjana és Szonya a nagymamájukkal jöttek ki a tóhoz. Mi nagyon sok dolgot szoktunk csinálni, talán apuval elmegyünk a pörgőbe, ott Mórahalvon, és akkor így örülünk, hogy együtt van a család egy ilyen szép nyári meleg napon. És mit szoktál csinálni? Szoktunk menni tengerre, ott nagyon sok fagyit szoktunk enni. A forró napokban a szabadkai lakosoknak a sétaerdei medence is menedékként szolgálhat. Minden nap 11 órától várják a hűsölni vágyókat. Úszni, búvárkodni, lemenni a víz alá, hülyéskedni, hogyha itt vannak ugye a barátaim. Hogyha meg anyukámmal, akkor meg csak beszélgetünk. Az UV-sugárzás is erős lesz az elkövetkező napokban. A szakértők szerint akár 15 perc alatt is leéghetünk, ha a napon tartózkodunk. Így ne induljunk el a bőrünket védő naptej nélkül.